fiatalok! Először is hagyd mondjam el, hogy én is sportoltam, jól lehet nem versenyszerűen, de azért sok sportba vele kezdtem, és legtartósabban a szertornát végeztem, és azt itt kezdtem el Kecskeméten, a Piarista gimnáziumba. Úgyhogy a korlátom még, amikor lehetőségem volt, még egy 10-15 évvel ezelőtt is rendszeresen sok sakslengést meg tudtam tenni. A Szentírás kifejezetten nem ír a sportról, de hasonlatként felhasználja. Szent Pál apostol az ókori Görögországban többször látta a sportolókat, nem csak Athénban, hanem az Isztmoszi stadionban is, ami Korintus mellett volt, és onnét vette a hasonlatot, hogy a pályán a versenyzők önmegtagadóan futnak, mind fut, de az igazi díjat csak egy nyeri el, a babérkoszorút. A keresztény életben azonban mindenki elnyerheti, és ezért mondja azt, hogy ő fut Jézus Krisztus után, nem minthogyha elérte volna, de felejti mindazt, ami mögötte van, hogy elnyerje az Úr Jézust és azt a díjat, amit az Isten minden üdvözültnek ad. Mire jó a sport, kérdezhetnénk? Hát épp testben, épp lélek, mondás, amit gyakorta szoktunk idézni, ha nem is mindig áll, hiszen van paraolimpia is már fogyatékkal élő embereknek is, de biztos, hogy a testi állapotunk az befolyásolja szellemi és lelki állapotunkat, és ahogy tudjuk is, már a fiataloknál nagyon sok lelki betegség jelentkezik. Lehet, hogyha sportolna, vagy komoly fizikai munkát végezne, már az is segítene a meglévő lelki betegségén. Hiszen a sporthoz fegyelem és erő kifejtés kell. A sport legtöbbször közösséget építő cselekedet, mert ha többen játszanak egy játékot, akkor egymásra figyelni kell, de akkor is, hogyha valaki egymaga sportol, és másoknak az örömet okoz, építi a közösséget. Ma sokat hallunk arról, hogy mindenféle korrupció már a sportot is megkörnyékezi, a bunda botrányokról hallunk, épp esti sporthírekben hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy most talán le is kéne zárni az egész világbajnokságot egy időre, mert annyi ilyen korrupciós botrány van, én tudom, hogy az titeket itt nem érint, mert itt nem pénzért játszatok, de a fair játék, a fair play itt is fontos. Az olimpián Tokióban volt egy emlékezetes eset, hogy a vívó, aki győzelemre állt, egyszer csak levette a sisakját, és azt mondta, hogy találatot kaptam. A műszerek nem mutatták ki, hogy találatot kapott, de ezáltal, hogy ő ezt bevallotta, nem lett a győztes. De egy akkora tapsot kapott akkor a nézőktől az az erkölcsi győzelem, hogy még úgy is, hogy veszített, az igazság és a szolidaritás oldalán állt. Tehát a játékban ez is van, hogy a fair play, mint szokták mondani, a tiszta játék, hogy ne csaljunk, az roppant fontos. És hát erre is oda kell figyelnünk. Aztán a játék az igazi lényege a sportnak. Ma már látjuk azt, hogy dopingszerekkel még mindenben úgy fölajzzák a sportolókat, hogy egészségükre is káros, és szinte ilyen versenyistálószerű a játék. Én ma azért nem is szeretem nézni sokszor a világbajnokságot, a focit sem, mert nagyon eldurvult. Volt úgy, hogy én már végét nézem mindig, mikor már győztesek vannak, a többire nincs időm. Lehalkítottam a rádiót, mondom, úgyse ismerem a mostani sportolókat. Közben telefonáltam, végeztem a dolgom, de néztem a meccset.
Egyre másra azt láttam, hogy még melbe is rúgták egymást. Tehát nem, hogy úgy elgáncsolt, hanem melbe rúgta. Annyira eldurvult már sokszor a játék, hogy már embertelennek mondható, és hány esetben megtörténik, hogy ott esik össze a pályán. Ez játék. Az a lényeg, hogy az ember lelkileg fölüdüljön, és még egyre oda kell figyelni. Ezt a filozófusok mondják, de nagyon okos dolog, hogy a játék valamiképpen még az örökké valóságból is ízelítőt ad. Miért? Mert a játékban megszűnik az idő. Azt mondjuk, hogy Istennél nincs idő. Egy jó meccs nem addig tart, mint egy dolgozatírásos óra, ugye? Tehát egy jó meccs olyan gyorsan elmegy, de mikor feleltetik az embert, alig várja, hogy már kicsöngessenek, már vége legyen, és én ne kerüljek sorra. Tehát megszűnik az idő. És az emberek ott is játszanak, ahol baj van. Megfigyelték azt, hogy ostromlott városokban is, mikor van egy kis fegyverszünet, a gyerekek fociznak a grundon, a felnőttek meg esetleg zenélnek, mintha azt mondanák, hogy nincs is semmi baj. Annyi baj van a világban, de mikor játszunk, nincs is semmi baj. És a játékban mindenki egyenlővé válik. Ott megszűnik az, hogy ez vezérigazgató, ez ilyen-olyan beosztásban van, hanem ott mindenki egyenlő a játékban. Valamit visszahoz és előre hoz már a mennyországba, azáltal, hogy időtlen, azáltal, hogy a bajokat félretesszük a játékba, és a másikat megpróbáljuk nem ellenségnek, hanem legjobb esetben ellenfélnek és testvérnek tekinteni. Azt kívánom nektek, hogy ezen a hittanos olimpián úgy tudjatok játszani, hogy az emlékezetessé váljon az örömben, egymást jobban megismerve, egymás szeretetét és egymás iránti közösségvállalást is erősítsétek az iskolátokon belül és az iskoláink között, hiszen egy célért dolgozunk, akár hányan vagyunk, katolikus iskoláknak vagytok a tanulói, és annak a jó légkörét, a jó hírnevét erősítsétek a mai nappal. Amit a olimpiai mozgalomban annak idején kitűztek, hogy gyorsabban, magasabban, erősebben és így tovább, hát azt a lelki életre is majd át kell vinni, vagy ami itt erényi értékké válik, azt a lelkiekben is kamatoztassátok. Ehhez kívánok nektek sok sikert és szép napot. Amen.